Szavazzanak a középdöntőből tovább nem jutó versenyzőkre. Szavazzon kedvenc versmondójára, hogy ott lehessen a Megavers döntőjén. Minkü Andrea 18 éves. Jász Felső Szentgyörgyön él, idén érettségizik a Jászberényi Lehel Vezér gimnáziumban. Mindig mosolygó, vidám embernek tartja magát. Te elborzadsz, és téged eliszony fog, ha meghallasz mondjuk egy de viszontot. Óvodáskoromban és általános iskolában nagyon sok szavaló versenyen voltam, utána viszont egy szünet következett. A Megavers az a verseny, ami miatt most újra azt éreztem, hogy érdemes megmérettetnem magam ismét. Úgy gondolom, hogy a mai világban nem lehet meglenni az idegen nyelvek tanulása nélkül, ezért a szabadidőmben is sokat tanulok angol és német nyelvet. Régen kézilabdáztam és akrobatikus rock'n'roll táncoltam. Nemrég találkoztam a fitnessboxszal, ma már ez tölti ki a mindennapjaimat. Mint minden fiatal, én is nagyon szeretem a zenét, mindenevő vagyok, és amikor hosszabb útra megyek, akkor mindig a fülemben lóg a fülhallgató. A Megavers számomra egy kaland. Az, hogy bejuthattam a versenybe, már az egy nagy nyeremény. A Megavers színpadán Minkü Andrea. Horváth Virág és Pogány Domokos, mindketten 18 évesek, szolnokiak. Virág a Versegi Ferenc gimnáziumban, Domokos a magiszterben tanul. Virág pörgős, Domokos vele ellentétben nyugodt személyiség. Ott lenn, a víz alatt, minden az enyém. Mi mindent hoznék ölben? Egy karmos kis cicát. Számomra nem ismeretlen a Megavers, már negyedik alkalommal vagyok itt, és egy harmadik helyet már sikerült is bezsebelnem. Ezzel ellentétben nekem ez az első Megavers. Kedvenc állatom a csirke, ez bizonyítja hatalmas csibegyűjteményem is. Nekem kedvencem a Harry Potter, az összes filmet láttam, és a könyveket többször olvastam. Imádom a képregényeket, és köztük nekem Superman az első. Én pedig szuper a konyhában próbálok lenni, mert imádok sütni és főzni. Hobbim a fotózás, szívesen fotózok város, természetet és portrékat. És ehhez sokszor nekem kell modellt állnom. A Megavers színpadán Horváth Virág és Pogány Domokos. Horváth Bendegúz 14 éves, Letenyéről érkezett, a helyi Andrássy Gyula általános iskola 8. osztályos tanulója. Névadóját nem az Indula Bakterház, hanem a Himnusz inspirálta. Színes személyiség. Béla bá beírta az üzenőmbe. Kedves asszonyom, az ön fia tiszteletlenül beszélt oktatójával. Kedvelem Rémusz bácsi meséit, Lacfit és Karintit, szeretem a verseket és anyanyelvemet. Versenyeredményeimért, városi szerepléseimért megkaptam Letenye város díszoklevelét. Gyermekkoromban sokat legóztam, ennek köszönhetően építészmérnök szeretnék lenni. Sokat foglalkozom a matematikával és a fizikával, kedvelem ezt a két tantárgyat, és ezt versenyeredmények bizonyítják. Kedvelem az állatokat, van 3 kutyám, 5 macskám és házi pókom is. A Megavers színpadán Horváth Bendegúz. Deme Fanni 14 éves, Jászberényből érkezett. A Nagyboldogasszony Katolikus Iskola 8. A osztályos tanulója. Kedves, segítőkész és szervező diák. Milyen jó nekem, hogy vagy nekem. Mikor elfutott az utolsó ló, s oly üres már az egész lelátó és a vagyonom. Nagyon szeretem a könyveket. Akár képes vagyok reggeltől estig olvasni, miután kiolvastam egy könyvet, azután jegyzeteket készítek hozzá. A sport a lelkemnek egyik fele, ezért snowboardozok, síelek, aerobikozok, tornázok és röplabdázok is egyben. Az aerobik csapattal a táncvilágbajnokságon 3. lettünk. Van 2 plusz állatom, ők minden versenyemre elkísérnek.
A nyakláncomat egy barátnőmtől kaptam, ami emlékeztet mindig arra, hogy ki vagyok és honnan jöttem. A Megavers színpadán Deme Fanni. Szavazzanak a középdöntőből tovább nem jutó versenyzőkre. Szavazzon kedvenc versmondójára, hogy ott lehessen a Megavers döntőjén. Szavazhat a megavers@szolnoktv.hu e-mail címen, SMS-ben a 0620 977 49 71-es telefonszámra, a www.facebook.com/szolnoktv Facebook oldalon, a www.youtube.com/szolnoktelevízió YouTube csatornán, az Új Néplap szavazó céduláján. Ne felejtse, a középdöntőt követően a szavazók közt egy darab okostelefont sorsolunk ki, a döntőben pedig valamennyi szavazó közt egy darab nagyképernyős televíziót. Megavers 10.